Deneris Amikor a csata véget ért, Deni az ezüstje hátán keresztül lovagolt a halottakkal teli mezőn. Szolgáló leányai és Kásának harcosai követték, mosolyogva és tréfálkozva egymás közt. A dotrakik lovainak patái felszaggatták a földet, a talajba taposták a rost és a lencsét, az arkok és a nyilak pedig rettenetes új magot vetettek el a helyükben, vérrel öntözték meg a talajt. Haldokló lovak emelték fel a fejüket, és nyerítettek felé, ahogy ellovagolt mellettük. Sebesült emberek nyöszörögtek, és imádkoztak. A Jackarán, a kegyelmes harcosok csapata járkált közöttük nehéz fejszíjikkel, és fejeket arattak a holtak és a haldoklók között egyaránt. A nyomukban egy csapat kislány szaladt, és a hullákból kihúzigált nyélveszőkkel töltötték meg a kosaraikat. Legvégül pedig a gírhes és kiéhezett kutyák jönnek majd szaglászni, az elvadult falka, amely sohasem maradt el a kalaszár mögül. A birkák pusztultak el legelőször. Ezrével voltak. A tetemeik legyektől feketén lettek, és mindegyikből nyilvesszük meredeztek. Deni tudta, hogy ez Kál ógó lovasainak a műve, mert Drogó Kálaszárjának egyetlen harcosa sem volt olyan ostoba, hogy birkákra pocsékolja a nyilait, amikor voltak még pásztorok is, akiket meg kellett ölni. A város lángolt. A sűrű, fekete füst kavarogva szállt fel a könyörtelen kék ég felé. Szárított sárból emelt falak romjai alatt lovasok nyargaltak ide-oda, és hosszú ostoraikat lengetve kiterelték a túlélőket a füstölgő romok közül. Oggó Kalaszárjának asszonyai és gyermekei komor büszkeséggel lépdeltek, még a vereségben és a fogságban is. Most már abszolgák voltak, de nem látszott rajtuk, hogy félnének. A városi néppel más volt a helyzet, Deni sajnálta őket, emlékezett rá, mi a rettegés anyák botorkáltak előre üres, halott arccal, maguk után vonszolva zokogó gyermekeiket. Csak egy-két férfi volt közöttük, nyomorékok, gyávák és nagyapák. Szer Joré azt mondta, hogy ennek az országnak a népe, Lazarinnak nevezi magát, a dotrekik azonban Hesrakinak, vagyis bárányembereknek hívják őket. Danny régen Dotrakinak nézte volna őket, mert nekik is ugyanolyan részszínű bőrük és mandulavágású szemük volt. Most már idegennek látta őket, zömöknek és lapos arcúnak, természetellenesen rövidre nyírt fekete hajjal. Juhokat tenyésztettek, zöldségeken éltek, és Drogó elmondta neki, hogy a folyó kanyarulattól délre van a hazájuk. A dotraki tenger nem volt alkalmas birka tenyésztésre. Deni megpillantott egy fiút, amint neki iramodik, és a folyó felé rohan. Az egyik lovas elvágta az útját, és megfordulásra kényszerítette, a többiek pedig ide-oda terelgették az arcára mért ostorcsapásokkal. Az egyik mögötte lovagolt, és addig korbácsolta a fenekét, még a combjait elborította a vér. Egy másik elkapta a bokáját az ostor szíjjal, és kirántotta alól a lábát. Amikor pedig a fiú már alig vonszolta magát a földön, megunták a játékot, és egy nyilvesszőt röpítettek a hátába. Szer a szétzúzott kapun kívül találkozott. Sötét zöld kabátot viselt a páncélja fölött, páncélkesztyűje, lábszárvédője és sisakja sötét szürke acélból készült. A dotrakik gyávának gúnyolták, amikor felöltötte a páncélt, a lovag azonban sértéseket köpött vissza a képükbe. A vita tetlegességig fajult, kard csattant arkon, és a lovas, akinek a legnagyobb volt a szája, ott vérzett el a helyszínen. Szer felemelte lapos sisakja téját, ahogy feléje lovagolt. Hatalmas férjed a városon belül vár rád. Drogó nem sérült meg? Csak néhány karcolás, felelte Szer Semmi jelentős. Két kállal végzett a mai napon. Először kál ogóval, majd a fiával, fogóval, aki akkor lett kál, amikor ogó elesett. A vérlovagjai levágták a csengettyűket a hajából, s most káldrogó minden lépése hangosabban csilingel, mint azelőtt bármikor. Ogó és a fia a férje mellett ültek a magas padon, a névadó lakoma alatt, amikor visszeriszt megkoronázták, de az még vezdotrákban volt, a hegyek anyja tövében, ahol minden lovas testvére a másiknak, és a vitákat félreteszik. Ideként a fűben. Más volt a törvény. Ogó Kalaszárja éppen a várost támadta, amikor Kádrogó rajta ütött. A lány eltűnődött. Vajon mit gondolhattak a bárány emberek, amikor megpillantották a lovaik által felvert porfelhőt, tapasztott sárfalaik tetejéről? Néhányan talán. Az ifjabbak és bolondabbak, akik még mindig hittek benne, hogy az Istenek meghallgatják az emberek kétségbeesett imáit, megváltásnak vélték. Az út túloldalán egy lány, aki nem lehetett idősebb Deninél, magas, vékony hangon zokogott, miközben egy harcos, egy halomholt testre lökte, és beléhatolt. Más lovasok is leszálltak a nyerekből, hogy kivárják a sorukat. Ilyen megváltást hoztak a dotrákik, a bárány embereknek. A sárkány vére vagyok, emlékeztette magát Daenerys Targaryen, ahogy elfordította az arcát. Összeszorította a száját, megkeményítette a szívét, és tovább lovagolt a kapu felé. Ogó legtöbb lovasa elmenekült, folytatta Szercsorá. De még így is legalább tízezer foglyot ejtettünk. Rapszolgák, gondolta Deni. Káldrogó lehajtja majd őket a folyó mentén, a rabszolga öböl valamelyik városába. Sírni lett volna kedve, de meggyőzte magát, hogy erősnek kell lennie. Ez a háború, így néz ki. Ez a vastrón ára. Mondtam a kálnak, hogy merinben kellene lennie. Szólalt meg ismét szercsorá. Ők jobb árat fizetnek, mint amit egy rabszolgakereskedő karaványától kaphat. Illirió azt írta, hogy tavaly Pest is tört ki náluk, és a bordélyok kétszeres árat fizetnek az egészséges fiatal lányokért, a tíz év alatti fiúkért pedig háromszorost. Ha elég gyerek éli túl az utat, az értük kapott aranyon megvásárolhatjuk a hajókat, és embereket bérelhetünk, hogy irányítsák őket. Mögöttük a lány, akit éppen erőszakoltak, szívszaggatóan felsikoltott. A hosszú, zokogó jajveszékelés egyre csak folytatódott. Deni keményen megmarkolta a gyeplőt, és megfordította az ezüst fejét. Állítsd meg őket, parancsolta Szerzsorának. Kaleszi, a lovak hangja zavart volt. Hallottad, mit mondtam, közölte a lány. Állítsd meg őket! Kássához a dotrakik durva nyelvén szólt. Dzsoggó, váró, segítsetek Szerzsorának! Nem akarok erőszakoskodást! A harcosok döbbenten összenéztek, Jorah Mormont közelebb rúgtatott hozzá. Hercegnő, mondta neki. A szíved nemes, de nem érted, mi folyik itt. Ez mindig is így volt. Azok a harcosok vérüket ontották a kálért. Most elveszik érte a jussukat. A lány még mindig sírt az út másik oldalán. Magas, dallamos hangja ismeretlen volt Deni fülének az első férfi végzett vele, s most egy másik foglalta el a helyét. Ő egy bárány leány, mondta váró dotraki nyelven. Ő semmi, Kaleszi. A lovasok megtiszteltetésben részesítik. A bárány emberek birkákkal hálnak. Ez tudott. Ez tudott. Visszhangozta szolgáló leánya, Éri. Ez tudott, tette hozzá Jogó is a magas, szürke csődör hátán, amelyet Drogó ajándékozott neki. Ha a kiabálása sérti a füledet, Kaleszi, Jogó elhozza neked a nyelvét. Előhúzta az arkját. Nem akarom, hogy baja essék, mondta Deni. Magamnak akarom. Tégy, ahogy parancsoltam, különben drogó tudni fog róla. Áj, Kaleszi, felelte Jogó, és megindult a lovával. Kváró és a többiek követték. A csengettyűk halkan csilingeltek a hajukban. Menj velük, utasította szercsorát Ahogy parancsolod. A lovak fürkészön pillantott rá. Tényleg a bátyád huga vagy. Visszeriszé? A lány nem értette. Nem, válaszolta a lovag. Regáré. És elvágtatott. Dani hallotta Jogó kiáltását. Az erőszakoskodók röhögtek rajta. Az egyik visszakiabált valamit. Jogó árkja megvillant, és a férfi feje legördült a válláról. A nevetés szétkozódásba csapott át, és a harcosok a fegyvereik után kaptak. De addigra váró, Ágó és Rákáró is odaért. Látta, amint Ágó az út túloldalára mutat, ahol ő ült az ezüst nyergében. A lovasok hideg, fekete szemmel meredtek rá, az egyik kiköpött. A többiek morgolódva szétszóródtak a lovaik irányában. A bárány leányon fekvő férfi eközben zavartalanul lögdöste áldozatát, olyan mélyen belefeledkezve a gyönyörbe, hogy úgy tűnt, észre sem veszély, mi zajlik körülötte. Szerdzsora leugrott a lováról, megragadta páncélozott markával, és elpenderítette a lánytól. A dotra, ki elterült a sárban, törrel a kezében felpattant, de holtan esett össze? aggónyi nyilával a torkában. Mormond felemelte a lányt a holttestekről, és köréje tekerte vérfoltos köpönyegét. Átvezette az úton Denihez. Mit akarsz tenni vele? A lány reszketett, a szemei tágra nyíltak, a tekintete pedig ködös volt. A haja véres csimbókokban lógott. Doreá, lásd el a sebeit! Te nem úgy nézel ki, mint a lovasok, tőled talán nem fél majd. A többiek kövessenek. Átlovagolt a betört fakapun. A városon belül még rosszabb volt a helyzet. A házak nagy része lángokban állt, és a dzsákár tagjai szörnyű munkájukat végezték. A keskeny, kanyargós utcákat fejnélküli tete megborították. Más asszonyok mellett is elhaladtak, akiket éppen megerőszakoltak. Deni minden alkalommal megállította a lovát, oda küldte a kását, hogy vessenek véget a dolognak, és rabszolgának követelte az áldozatot. Egyikük, egy vaskos, laposorú, negyven év körüli asszony, vontatottan áldotta Denit a közös nyelven. A többiektől azonban csak sötét pillantásokat kapott. Szomorúan döbbent rá, hogy gyanakszanak, attól tartanak, hogy még rosszabb sorsra szánja őket. Nem követelheted mindet magadnak, gyermekem, mondta szercsorá, amikor már negyedszer álltak meg. Kásának harcosai mögötte terelgették új rabszolgáid. Kaleszi vagyok. A hét királyság örököse, a sárkány vére, emlékeztette Deni. Ne akart megszabni nekem, mit tehetek és mit nem. A város másik végében hatalmas láng és tengerben összeomlott egy épület, s a lány távoli sikolyokat és ilyet gyermekek sírását hallotta. Káldrogót egy négy szögletű, ablaktalan templom előtt ülve találták. Az épületnek vastag sárfalai és hatalmas kupolája volt, amitől úgy nézett ki, mint egy óriási, barna hagyma. A kál mellett, nála magasabb halomban fejek hevertek. A bárányemberek rövid nyélveszélye állt ki felkarjának húsából, és csupasz melkas a bal oldalát vérborította, mintha festék röccsent volna rá. Három vérlovagja is vele volt. Jiki segített Deninek lekászálódni a nyerekből. Ahogy a hasa egyre nagyobb és nehezebb lett, úgy vált a mozgása is egyre esetlenebbé. Letérdelt a kál előtt. Napom és csillagom megsebesült. Az arkvágása hosszú volt ugyan, de nem mély. A férfi balmelbimbója eltűnt, és helyén véres húscafat lógott egy bőrlepenyen, mint egy nedves rongy. Karcolás életem holdja, arktól, kál ógó vérlovagja kezétől, felelte kádrogó a közös nyelven. Én megöl érte, és ogót is. Elfordította a fejét. A csengettyűk a hajfonataiban halkan csilingeltek ogót és fogót, a kalákáját, aki kál volt, amikor megöltem. Senki emberfia nem állhat meg életem napja előtt, mondta neki Deni, aki a csődör apja, aki meghágja a világot. Lovas harcos érkezett, és leugrott a nyerekből. Hágóhoz fordult, és hosszú, haragos beszédet intézett hozzá Dotraki nyelven, túl gyorsan ahhoz, hogy Deni megérthette volna. A nagy darab vérlovag súlyos pillantást vetett rá, mielőtt Kájához fordult volna. Ez itt Magó, aki Kódzsákó kasában lovagol. Azt mondja, a Káleszi elvette a zsákmányát, a bárányok egy leányát, aki az övé volt, hogy meghágja. Kádrogó arca merev volt és kemény, de fekete szemeiben csodálkozást tükröződött, amikor Deni felé fordult. Mondd el az igazat erről, életem holdja, parancsolt rá Dotraki nyelven. Deni elmondta neki, mit tett a férfi nyelvén, egyszerű és őszinte szavakkal, hogy az jobban megértse. Amikor befejezte, Drogó összevonta a szemöldökét. Ez a háború módja. Ezek az asszonyok már a rabszolgáink, akikkel azt teszünk, ami jól esik. Nekem az esik jól, hogy biztonságban tudom őket feleltedeni, és eltűnődött, vajon túl sokat merészelte. Ha a harcosaid meg akarják hágni ezeket az asszonyokat, tegyék gyengéden, és tartsák meg őket feleségnek adjatok helyet nekik a kalaszárban, és engedjétek, hogy fiakat szüljenek nektek. Kvótó volt a legkegyetlenebb a vérlovagok közül. Most ő nevetett fel. <laughs> Szaporodik-e a ló a bárányjal? <laughs> volt valami a hangjában, ami viszeriszre emlékeztette a lányt. Dani haragosan förmet rá a sárkány egyformán felfalja a lovat és a bárányt is. Kádrogó mosolygott. Nézzétek, milyen tüzes lett, szólalt meg. A fiam van benne, a csődör, aki meghágja a világot és eltölti a tüzével. Óvatosan vágta a skvótó. Ha az anyja nem éget el, ahol ülsz, a fia majd a földbe tapos, te pedig mogó. Fékezd a nyelved, és keres magadnak egy másik bárányt, akit meghághatsz. Ezek a káleszín tulajdonai. Kinyújtotta a kezét Daenerys felé, amikor azonban a lány is felemelte a karját. Drogó arca eltorzult a hirtelen fájdalomtól, és elfordította a fejét. Deni szinte érezte a férfi gyötrelmét. A sebek súlyosabbak voltak, mint a elhitette vele. Hol vannak a gyógyítók? követelte. A keleszárban kétféle volt belőlük, meddő asszonyok és herélt rabszolgák. A füves asszonyok főzetekkel és varázslatokkal gyógyítottak, az eunuhok késsel, tűvel és tűzzel. Miért nem foglalkoznak a kállal? A kál elküldte a szörtelen embereket, Kaleszi, tájékoztatta koholló. Deni látta, hogy a vérlovag maga is megsérült. Balvállán mély vágás égtelenkedett. Sok lovas megsebesült, mondta kádrogó Konokul. Hadd gyógyítsák meg őket először. Ez a nyél nem több egy szúnyog csípésnél csak egy újabb seb, amivel büszkélkedhetek majd a fiamnak. Deni látta mellének izmait, ahol a bőr felszakadt. A karjába fúródott nyilveszűről, vékony vérpatakocska csordogált. Kádrogó nem várhat, jelentette ki. Jogó, keresd meg ezeket az eunuhokat, és azonnal hozd ide őket. Ezüst úrnő, szólalt meg egy asszony hangja a háta mögött. Én segíthetek a nagy lovas sebén. Deni hátrafordult. Az asszony az egyik rabszolga volt, akit sajátjának nyilvánított. A kövér, lapos orrú nő, aki megáldotta őt. A nem kell segítség olyan asszonyoktól, akik birkákkal hálnak, vakkantottak Vótó. Ágó, vágt ki a nyelvét! Ágó megragadta az asszony haját, és kést szegezett a torkának. Deni felemelte a kezét. Nem, ő az enyém. Hadd beszéljen. Ágó Denire, majd kvótóra nézett. Leengedte a kését. Nem akartam rosszat, vad lovasok. Az asszony jól beszélte a dotrákit. A köntös, amit viselt, valaha a legkönnyebb és legfinomabb gyapjú lehetett, gazdag hímzésekkel díszítve. Most azonban sáros, véres és tépet volt. Szétszaggatott pruszlikját kezével tartotta összes súlyos keblein. Egy kicsit járatos vagyok a gyógyító művészetekben. – Ki vagy te? – kérdezte tőle Deni. Miri Más Dúra nevem. Ennek a templomnak a papnője nője vagyok. Mégi, mordult fel Hágó. Újjai arkja markolatán játszadoztak. A tekintete vészjósló volt. Deni emlékezett erre a szóra, egy ijesztő történetből, amelyet Jiki mesélt neki egyszer a tábortűz mellett. A mégi olyan asszony, aki démonokkal hál, és a legsötétebb boszorkányságot gyakorolja. Gonosz teremtmény, rossz indulatú és lelketlen, aki eljön a férfiakhoz az éleple alatt, és kiszívja testükből az erőt és az életet. Gyógyító vagyok, védekezett Mérrim ez dúr. Bárányok gyógyítója, gónyolódott kvotó vér a véremből, azt mondom, öld meg ezt a mégit, és várd meg a szörtelen embereket. Deni elengedte a füle mellett a vérlova kitörését. Ez az öreg, barátságos, vaskos asszony egyáltalán nem látszott méginek. Hol tanultad a gyógyítást, Méri Mazdúr? Előttem az anyám volt papnő, és ő tanította meg nekem a dalokat és varázslatokat, amelyek a leginkább a nagy pásztor kedvére valók, és azt, hogyan kell szent füstöt és kenőcsöket készíteni levelekből, gyökerekből és bugyókból. Amikor fiatalabb és szebb voltam, egy karavánnal elmentem ássájba az árnyék mellett, hogy tanuljak a mágusaiktól. Sok földről érkeztek hajók ássájba, így sokáig maradtam, és megtanultam távoli népek gyógyító tudományát. Egy jogosz nájból való holdénekes, megajándékozott a születés dalaival. Egy asszony a telovas népedből megtanított a fű, a kukorica és a ló varázslataira. Egy mester a napnyugati földekről pedig felnyitott nekem egy holttestet, és megmutatta a bőr alatt rejtőző Összes titkot. Szerzsorámor mond közbevágott, egy mester. Márvinnak nevezte magát, felelte az asszony a közös nyelven. A tengerről, a tengeren túlról, a hét országból, azt mondta, napnyugati országokból, ahol az emberek vasból vannak, és a sárkányok uralkodnak ő tanította ezt a beszédet is. Egy mester ássájban tűnődött el szercsorá. Mondd, papnő, mit viselt ez a márvina a nyakában? Egy láncot, amely olyan szoros volt, hogy majdnem megfojtotta, vas úr, és szemei sokféle fémből készültek. A lovag Denihez fordult, csak az óvárosi fellegvárban nevelkedett férfiak viselnek ilyen láncot, mondta. Ők pedig tényleg sokat tudnak a gyógyításról. Miért akarsz segíteni a kálomon? Minden ember egy nyáj, legalábbis nekünk így tanítják, felelte Méri A nagy pásztor azért küldött engem a földre, hogy meggyógyítsam a bárányait. Bárhol találom is őket. kvótó erősen pofonvágta. Mi nem vagyunk bárány, még. Elég, kiáltott Redeni haragosan. Ő az enyém, nem engedem, hogy baja essék. Kádrogó felmordult. A nyílnak ki kell jönnie kvótó Igen, nagy lovas felelte Miri Mazdúr, felhorzsolt arcát tapogatva. A melkasodat pedig ki kell mosni, és össze kell varni, különben a seb elfertőződik. Akkor csináld, parancsolt rá Kádrogó. Nagy lovas, válaszolt az asszony. A szerszámaim és a főzeteim odabent vannak az Isten házában, ahol a gyógyító hatalmak a legerősebbek. – Én beviszlek vér a véremből – ajánlotta fel Hággó. Kádrogó leintette. – Nem kell egy férfi segítsége sem – közölte kemény és büszke hangon. Támogatás nélkül felállt, és mindegyikük fölé betornyosult. A melkasán tátongó sebből – ahol ógó árkja lemetszette a melbimbóját, friss vér budjant ki. Deni gyorsan mellé lépett. Én nem vagyok férfi, súgta oda neki. Tehát rám támaszkodhatsz. Drogó a vállára tette hatalmas kezét. A lány átvette súlyának egy részét, és megindultak a nagy sártemplom felé. A három vérlovak követte őket. Deni megparancsolta Szerdzsorának és Kása harcosainak, hogy őrizzék a bejáratot, és ügyeljenek, nehogy valaki felgyújtsa az épületet, még odabent vannak. Előszobák során haladtak keresztül, a hagyma alatti, magas központi terembe. Rejtett ablakokon át, halvány fény világította meg a helységet odafentről. A döngölt sárpadlót bika bőrök borították. Oda, mondta Miri Mazdúr, és a masszív, kéken erezett kőoltára mutatott, amelyet pásztorok és nyájaik faragott képei díszítettek. Kádrogó ráfeküdt. Az asszony egy marék szárított levelet dobott a tűzbe. A terem illatos füsteltelt meg. Jobb lesz, ha odakint várakoztok, mondta a többieknek. Mi vér vagyunk a véréből, felelte Koholló. Itt várakozunk. Kvótó közelebb lépett Míri Mazdúrhoz. Tudd, bárányisten asszonya, ha kárt teszel a kálban, ugyanúgy szenvedsz te is. Elővette a nyúzó kését, és megmutatta a pengét az asszonynak. Nem fogok kárt tenni benne. Dani úgy érezte, megbízhat ebben az öreg, egyszerű arcú asszonyban. Végül is, megmentette az erőszakoskodó harcosok kemény markából. Ha itt kell maradnotok, akkor segítsetek, mondta Miri a vérlovagoknak. A nagy lovas túl erős nekem fogjátok szorosan, míg kihúzom a nyilat a testéből. Hagyta, hogy köntöse a derekára hújjanak, ahogy kinyitott egy faragott ládát, és üvegekkel, dobozokkal, késekkel, meg tűkkel kezdett matatni. Amikor elkészült, letörte az éles nyílhegyet, és kihúzta a vesszőt, közben pedig a lazarinok dallamos nyelvén kántált valamit forrásig melegített egy kancsóbort a tűz felett, és a sebre locsolta. Kádrogó szitkokat szórt rá, de nem mozdult. Nedves levelekkel kötözte be a nyilvessző ütötte sebet, és a melkasán égtelenkedő vágás felé fordult. Bekente valami halványzöld kenőccsel, s csak utána hajtotta vissza a bőrlebenyt a helyére a kál összeszorította a fogait, és elfojtott egy kiáltást. A papnő elővette egy ezüst tűt, és egy orsó sejem fonalat, és elkezdte bevarni a sebet. Amikor végzett, vörös kenőcsöt kent a bőrre, levelekkel fettele és az egész melkasát rongyos szélű birka bőrbe bugyolálta. El kell mondanod az imát, amire megtanítalak, és a birka bőrt tíz napon és tíz éjszakán át a helyén kell tartanod, mondta neki. Lázad lesz, viszketni fog, és egy nagy heg maradott, miután meggyógyult. Kádrogó csilingelő csengettyükkel felült. – Én a sebeimről dalolok, bárányasszony! Behajlította a karját, és összeráncolta a homlokát ne így sem bort, sem pedig a mák tejét, figyelmeztette. Fájdalmaid lesznek, de a testednek erősnek kell maradnia, hogy meg tudjon küzdeni a mérgező szellemekkel. Én kál vagyok, felelte Drogó. Köpök a fájdalomra, és azt hiszem, ami jól esik. Koholló, hozd ide a mellényemet. Az idős harcos elsietett. Az előbb, fordult Deni a csúnya Lazarin asszonyhoz. Hallottam, hogy a születés dalairól beszéltél. A véres ágy minden titkát ismerem, ezüst úrnő, és még sohasem veszítettem el egyetlen gyermeket sem, válaszolta Miri úr. Az én időm nem sokára elérkezik, folytatta Deni. Szeretném, ha mellettem lennél, amikor eljön, ha megteszed. Kádrogó nevetett. Életem holdja, ne kérj egy rabszolgát, hanem parancsolj neki. Úgy tesz, ahogy parancsolod neki. Leugrott az oltárról. Gyere, vérem, a csődörök szólítanak, és ez a hely már csak hamu. Ideje lóra szállni. Hágó követte a kált ki a templomból, de Kvótó egy kicsit lemaradt, hogy végigmérje Míri Mazdúrt. Ne feledd mégi, ahogy a kál érzi magát, úgy érzed majd magad te is. Ahogy mondod, lovas, felelte az asszony, miközben összeszedte a korsóit és üvegeit. A nagy pásztor őrzi a nyájat.